se vicceltek, anya? Gyere, vesz az a csipolcát. Éppen készíti elő az ebédhez valót Kovacsics Anett rántotús krumpli salátával, ez a menő kisfia kérésére. Néhány nappal ezelőtt nem volt ilyen jól az édesanya, a nagy melegben elájult. Az eszméletlenül fekvő nő látványa azonban nem ijesztette meg az 5 éves fiát, azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót. Segélyhívó központja, jó napot kívánok, miben segíthetek? Anyám lent fekszik a földön, elvigyelálulva. A hőgyészi kisfiút kapcsolták a mentőknek. Ő ügyesen elmondta, hogy pontosan hol lakik. Követte a mentős utasításait, megnézte, hogy édesanyja lélegzik-e. Keltsem fel, és felkejtettem. Miután kiderült, hogy senki nincs a házban rajta és az édesanyján kívül, megkérdezték tőle, hogy van-e a szomszédban valaki. A kisfiú még ekkora stressz helyzetben is emlékezett arra, amit az anyukájától tanult. Szomszédban nincs otthon valaki, esetleg a szomszédban nem hallani, hogy lenne otthon valaki felnőtt. Nem mehetek én utára egyet. Az édesanya végül már a mentők kiérkezése előtt visszanyerte az eszméletét. Azt mondja, kisbabát vár, és a nagy melegben nem ivott eleget. Valószínűleg ezért ájulhatott el. De van egy kezeletlen szívbetegsége is. Ezért a gyermeknek megtanította, mit kell tennie, ha elájul, és azt is, mi a pontos címük. 2 éves kora óta, mióta a bölcsibe kezdett járni, azóta tanítottam én neki, hogyha anyával baj van, akkor mit kell, hogy tegyen. Igazából úgy gondolom, hogy a mai gyerekek már fejlettek ahhoz, hogy kezeljék a telefont, okostelefonokat, tablettokat, és képesek rá. Mindenhol van ilyen alkalmazás, hogy a segélyhívót tudják hívni. Az anyuka azt mondja, büszke kisfiára, ő az egyetlen támasza, mivel egyedül neveli gyermekét. Úgy véli, megérte kisfiát megtanítani a telefon kezelésére, a segélyhívó tárcsázására, mert így nem csak rajta, másokon is tud majd segíteni. Szeretlek.